köszöntöm nézőinket, önök a Tolna Tej televízió híradóját látják. Tamis Ákos vagyok, fő témáink néhány mondatban. Ismét kötelező a maszk, a szolgáltatók szerint az emberek megértették a szabályozás célját. A Magyar Közoktatás napja november 22-én az oktatás fontosságára hívják fel a figyelmet. Advent Szexárdon rengeteg programmal készül a Babits Mihály Kulturális Központ. Olcsóbb lett a dió, mérséklődött a karácsonyi begli legfontosabb alapanyagának az ára. Újra maszkot kell hordani a zárt terek nagy részében szombat óta, az egészségügyi intézmények és a tömegközlekedés mellett, így ismét el kell takarni az orrot és a szájat az üzletekben, a bevásárló központokban, a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és a sportrendezvényeken is. A vendéglátó helyeken pedig ugyanez vonatkozik az ott dolgozókra. Maszkban fertőtlenítik a korlátokat ebben a szexárdi szállodában. Itt mindenki be van oltva, és a járvány tavalyi megjelenése óta különösen nagy figyelmet fordítanak a higiéniára, ezért a szombaton hatályba lépett védelmi intézkedések nem érték őket váratlanul. Nem csak maszkot hordanak a munkavállalók, és ugyanezt kérik a vendégeiktől is, de a takarításra is jobban figyelnek. Másfél éve a közteleket sokkal rendszeresebben, illetve óránként kilincset fertőtlenítünk, korlátot fertőtlenítünk, a lift gombokat, illetve minden speciális felület fertőtlenítünk, illetve hát a szobákat ugyanúgy tisztítjuk, ahogy kell, illetve több fertőtlenítőt használunk. Szombat óta az új szabályok értelmében ismét maszkot kell viselni a legtöbb zárt térben, így például az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, a postákon, a színházakban, a mozikban, a múzeumokban és a sportrendezvényeken. Maszkban dolgoznak ebben az étteremben is. A vendéglátó egységben a munkavállalóknak ez most újra előírás lett. A fogyasztó vendégeknek viszont nem kell eltakarniuk az orrukat is a szájukat. Nem okoz igazából különösebb problémát. Beoszták ezt a rendeletet, igazából ezzel együtt kell élni. Igazából még mondhatjuk azt majdnem, hogy élvezni is lehet igazából. Vendégek ugyanúgy jönnek, tehát nagyobb probléma nincsen ezzel, hála Istennek. Plexifal mögül szájmaszkban szolgálják ki az előfizetőiket a TAR Kft. Egyik ügyfélszolgálati irodájában. Ők már hetekkel ezelőtt kötelezővé tették a maszk használatot az ügyféltereikben. Az ügyfélszolgálatokon maszkviselést tettünk kötelezővé. Később ugye a kormány is meghozta ezt az intézkedést. Az ügyfélszolgálati irodákban a tavaly felszerelt plexi védőfalat azt meghagytuk, egész évben folyamatosan kint voltak, illetve hát a kollégáink is maszkot hordanak. Az eladók és a vevők is maszkban voltak hétfőn délután ebben a Tamási üzletben. A cég vezérigazgatója azt mondja, a vásárlóik megértették, hogy a védőeszköz kötelező használata mindenkinek érdeke. Mindenki már tudomásul vette, hogy ez a közös érdekünket szolgálja a maszk használat, és nálunk egyébként cégszinten már kötelező volt, ebben szerettük volna a vevők bizalmát inkább elérni. Hogy további szigorítások lesznek-e a közeljövőben, azt egyelőre nem lehet tudni. Orbán Viktor miniszterelnök néhány napja azt mondta, nem látják indokoltnak. 27.209 új koronavírus megbetegedést igazoltak az elmúlt három napban idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.025.697 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 392, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 33.172 főre emelkedett. 6.451 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 649-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 6.025.000-en kaptak. Tolna megyében 498 új fertőzöttet regisztráltak hétvégén. Ezzel a járvány kezdete óta 21.133-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országnak ezen a részén. Elkezdődött hétfőn az oltási akcióhét, és sokan éltek is a lehetőséggel. Szexárdon például már kora reggel hosszú sor állt a regisztrációs pultok előtt. A következő napokban a kórházok országszerte megemelt kapacitással és időpontfoglalás nélkül is reggel 7 és este 7 óra között várják a vakcináért érkezőket. Azokat, akik előzetesen nem jelentkeztek be, a helyszínen regisztráltatják. Összesen 5 vakcina rendelkezésre, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen és Sinopharm.
A Sputnik már elfogyott. Tolna megyében hétfőn sokan éltek a lehetőséggel. Az országnak ezen a részén a szekszárdi Balassa János, valamint a dombovári Szent Lukács kórházban és a Bonyhádi rendelőintézetben várják a vakcináért érkezőket. Soha még nem volt ennyire fontos a védőoltás jelentősége, egész járvány alatt, de különösen is most éppen a delta variáns uralkodása miatt rendkívül fontos a védőoltás beadása és beadatása. Kérem, hogy éljenek a védőoltás. A pedagógiai szakszervezet ajánlására 1991-ben nyilvánították a Magyar Közoktatás napjává november 22-ét. A célja, hogy felhívják a figyelmet az oltás fontosságára és a pedagógus szakma szépségeire. A statisztikák szerint manapság már nem annyira népszerű szakma az övék. Benedekné Stürmer Anna több mint 30 éve tanít, és már közel 10 éve igazgatja a Bátai Hunyadi János általános iskolát. Azt mondja, az egyik legszebb hivatás az övék, de egyre nehezebb dolguk van. Itt az általános iskolában nem csak tanítunk, hanem nevelünk is. Tehát nem csak a tudást próbáljuk beleverni a kis fejükbe, hanem próbáljuk őket hozzászoktatni dolgokhoz is. És az a nehezebb. Tehát minden nap úgy kelünk föl, hogy most valami újat, és minden nap elfelejtjük a nehézségeket, de aztán jönnek sorba, és próbáljuk leküzdeni ezeket. A pedagógusok szakszervezetének ajánlásával 1991-ben, november 22-ét a közoktatás napjává nyilvánították. Az akció célja az, hogy ezen a napon felhívják a figyelmet az oktatás és a nevelés fontosságára, szépségeire és nehézségeire. Ki az, aki el tudná mondani a saját szavaival ezt a történetet, úgyhogy a képek segítenek neki? Gál Martin Elvira a Bonyhádi Széchenyi Általános Iskolában tanít. Fontosnak tartja, hogy minden nap valami újat mutasson. Számomra soha nem volt kérdés az, hogy milyen pályát válasszak. Engem minden nap feltölt a tanítás. Valószínűleg már elcsépelté vált az a kifejezés, hogy számomra ez nem csak egy munka, hanem hivatás, de ezt én tényleg így gondolom. És úgy gondolom, hogy ezt nem is lehet másképp csinálni, csak szívvel, lélekkel. Steiner Krisztián, a Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője azt mondja, nagyon gyorsan változik a világ, és a pedagógusoknak muszáj lépést tartaniuk. Napjainkban nagyon sok minden köti le a gyerekeket, tehát nem lehet ugyanúgy oktatni, nevelni őket, mint ahogy 10-20 vagy 30 évvel ezelőtt, ezért nekünk is frissen kell tartanunk magunkat, és folyamatosan képezni kell magunkat, hiszen egy-egy gyereket le kell nyűgözni. A legfontosabb, hogy a tantárgyhoz való kötődésük az megmaradjon. Az igazgató azt is hozzátette, azt tapasztalják, hogy az elmúlt időszakban jelentősen csökkent a pedagógusok száma. Gasparics László, a Tamási Vürc Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetője úgy nyilatkozott, számára még mindig felemelő érzés pedagógusnak lenni, de lehetne javítani a magyar közoktatáson. Én úgy gondolom, hogy jobb lenne, hogyha nagyon jobb lenne a társadalmi megbecsültségünk is, és ezért dolgozunk, és ezért küzdünk. Tehát elsősorban én úgy gondolom, hogy ez az, ami minden pedagógust motivál, és bízik abban, hogy jobb lesz, holnap mindig jobb lesz, és ez sok esetben meg is valósul, és bízunk abban, hogy ez folyamatosan így lesz. A megkérdezett pedagógusok szerint nem csak a gyerekek jövőre való felkészítése a feladatuk, hanem hogy megmutassák az oktatás szépségét, és minél több ember válassza ezt a szép hivatást. A családi adóvisszatérítés csak nem 2 millió szülőt érint, és összesen több mint 600 milliárd forintos támogatás jelent, mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook oldalára felkerült videó üzenetben. Kiemelte, 2022. február 15-ig minden dolgozó, gyermeket nevelő szülő visszakapja az idén befizetett személy jövedelemadóját. A visszatérítés a szülők jelentős részének automatikus, azoknak azonban, akiknek az adataival nem rendelkezik a NAV, nyilatkozniuk szükséges december 31-ig. A kormány vállalta, hogy a gazdaság sikeres újraindításának a magyar családok is részesei lesznek. A magyar gazdaság növekedése mára az egyik leggyorsabb Európában, ez pedig lehetővé teszi, hogy visszafizessük a gyermeket nevelő családoknak a befizetett személyi jövedelemadót. Rengeteg programmal készül a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ az adventi hétvégékre. A Béla Király téren és a Garai téren is szabadtéri rendezvényekkel várják az érdeklődőket. A színházteremben pedig olyan produkciókat láthatnak majd a kultúrára szomjazók, mint a Vadakura Musical, a Cotton Club Singers vagy a Csík zenekar, akik LGT dalokat adnak elő népzenei feldolgozásban. A szemfoguk éles, éhes és
csak áhú, áhú, áhú. A Vadak ura magyar szuperprodukció is része annak a 4 hétvégén át tartó programsorozatnak, amit a Babits Mihály Kulturális Központban tekinthetnek meg az ünnepek közelettével az érdeklődők. Ha minden előadás álló vastapssal végződik, és elégedett az apuka is, mert azért a gyenge láncem időnként ők, tehát anyuka megveszi a jegyet, de neked is jönni kell, mert ez a családi szórakozás, és az apuka gondterhelt, hogy úristen, most mi fog vele történni. Nagyon jól érzik magukat a szülők is, azért mondtam, hogy kortól nemtől függetlenül mi egy családi nagy műzikát szerettünk volna készíteni az országnak. De nem csak a színházteremben lesznek minden hétvégén programok, szabadtéri rendezvényekkel is várják az érdeklődőket az adventi programokra, mondta Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója. A Babits Mihály Kulturális Központ az advent időszakára nagyon gazdag szabadtéri kínálatot fog a városlakók számára bemutatni, a Béla Király téren és a Garai téren, és az advent 4 hétvégén pedig itt a Kulturális Központnak a színház termében nagyon színvonalas és valamennyi réteg korosztály számára megfelelő produkciókat hoz. A program kínálatban a Cotton Club Singers, az LGT dalokat népzenei átdolgozásban előadó Csíkzenekar, vagy az új magyar musical a Vadak ura is megtekintető lesz. Az eseményekről a Kulturális Központ honlapján és Facebook oldalán lehet tájékozódni. Villanyoszlopot döntött ki egy autó vasárnap hajnalban Dunaföldvár térségében a 6-os úton. A sofőr az ütközés után elhajtott a helyszínről. Szemtanúk szerint a bordó színű kocsi minden előjel nélkül sávot váltott és az útszélén található oszlopnak hajtott. A rendőrség azt kéri, hogy aki információval rendelkezik az esetről, hívja a 74-es körzet 501-106-os, vagy pedig a 75-ös körzet 510-640-es telefonszámok valamelyikét. Kevesebbe kerül a beigli alapanyaga, mint tavaly. 2021 év végén 3000 és 5000 forint között mozog a dió kilogrammonkénti ára. Az eladók azt mondták, tavaly nagyobb káruk származott a fákat megtámadó kártevőkből, mint a dió burok fúró légyből és az alma mójból, mint idén. A kereslet azonban nem csökkent, a vásárlók a minőségi termékeket keresik. 1 kg dió 4500 forintba kerül idén egy bölcskei termelőnél, mintegy 300 forinttal kevesebben, mint 2020-ban. Egy másik árus azt mondta, bár idén több gyümölcs maradt fenn a fán, mint tavaly, így is a termés csupán felét tudják csak értékesíteni a kártevők miatt. Náluk 5000 forintba került 2,5 kg-os csomag. Hidasi György Györkönyvből érkezett a paksi piacra. 1 kg diót 4500 forintért árul. Azt mondja, a tavalyi évben a kártevők, mint az almamoly vagy a dióburok fúró légy és a szélsőséges időjárás csak nem az egész termést elvitte. 2021-ben több egészséges diót tudott leszedni a fáról. Két kártevő támadta meg, és a második az egy elég durva támadás volt. Azt, amit még tavaly még nem tudtunk, ugye az idén sikerült védekezni ellene. Egy dunaföldvári kereskedőnél 1 kg dió 4500 forintba kerül. Tóth Ákosnak idén is sokat kellett permeteznie, ezért határozta így meg az árat. A vásárlók pedig szerinte elfogadják azt. Megvenni megveszik, de azért megfontolják a dolgokat mindenképp. Mindenki tudatos vásárló gyakorlatilag, először is körülnéz, de egyébként azért szoktuk erőltetni, kóstolni kell. Egy másik standnál egy bonyhádi árus némileg olcsóbban kínálta a diót, mint a többi termelő. Ő kilogrammonként 4000 forintért értékesítette a karácsonyi sütemény minőségi alapanyagát, de találni nála kicsit olcsóbb, kevésbé jó minőségű diót is. Tavalyi évhez képest csökkent az ára nálam, hivatalosan. Mennyire? 5000-ről 4000-re. 3000 lesz. A vásárlók azt mondják, nézik az árat, de a minőségi termékeket keresik elsősorban. Azért vásárolunk, mert sok diós süteményt sütünk. Úgyhogy... Milyen sütemény készítünk? Hát ebből majd beiglit, egy diótortát, igen, igen, karácsonyra. A hazai dió termelői ára 6%-kal volt magasabb 2020-ban, mint egy évvel korábban. A Szegények és Gyerekek pártfogójára Árpádházi Szent Erzsébetre emlékeztek Tolnán, ezzel együtt a helyi katolikus Caritas megalapításának 10. évfordulóját is megünnepelték. A két jeles esemény alkalmából tartottak Szent Misét a római katolikus templomban. A program zárásaként pedig egy kiállítás megnyitójára is sor került.
November 19-e Erzsébet nap. Ennek alkalmából emlékeztek meg a szegényeket segítő Árpádházi Szent Erzsébetről Tolnán a római katolikus templomban az elmúlt hétvégén. Az eseményen többek között a Mőzsi Bartók Béla női kar is közreműködött. Az ünnepi szentmisével egybekötve megalapításának 10. évfordulóját ünnepelte a tolnai Karitás csoport. Egyúttal idén helyi Karitás csoportunknak éppen a 10 éves jubileuma. Úgyhogy az ünnepi szentmise mellett lesz majd Erzsébet cipók megáldása. Árpádházi Szent Erzsébet II. András király és Merániai Gertrud harmadik gyermeke volt. Egészen fiatalkora óta vezeklő életmódot folytatott. Első gyermekének megszületése után menedékhelyet nyitott a gyerekek számára, és egyre több figyelmet szentelt a szegényeknek. Második gyermekének sikeres világra jöttért hálából kórházat alapított, ahol a betegápolásban maga is részt vett. A mise része volt a Caritas tagok fogadalmának megújítása is, majd egy kiállítás megnyitóra is sor került, amely a csoport egy évtizedes munkáját mutatja be. Képekben dolgozza fel, és vezeti végig mindazon kíváncsiskodókat, akik majd bejönnek a templomba következő időszakban, hogy ilyen flash módon felvillantva, hogy ebbe a 10 évbe mi minden történt velünk. A misét követően Erzsébet cipót kaptak a résztvevők. Regionális híreink következnek. Pogányból érkezett a Mindenki karácsonyfája Pécsre, 12 méteres luszfenyő a Baranyai megye székhelyen. Kosárlabdázóként és civilként is példamutató, Fair Play díjat nyert Wojtek Auriel. Boyle is erőpróba, halóriásokra vadásztak a Desedatavon. Felállították a Mindenki karácsonyfáját Pécsen a Széchenyi téren, a luszfenyő pogányból érkezett, 12-13 méter magas. A szakember azt mondja, a szállítás miatt várnak 2 napot a díszítéssel, hogy a faágai rendeződjenek. Telefonjukkal filmezik a felnőttek a pécsi Mindenki karácsonyfájának érkezését a város főterére. A gyerekek is ámulva figyelik a hatalmas luszfenyőt, ami péntek délelőtt érkezett meg a Baranyai megye székhelyre. Pár héttel ezelőtt ajánlották fel ezt a fát, egy kicsit izgultunk, hogy lesz így a karácsony, de megmenekült a dolog. Spogányban egy úr ajánlotta fel a fáját a kertjéből, ez egy ilyen 12-13 méter magas luszfenyő. Valójában ott magasabb volt, de nyilván miután itt leállítjuk, majd a tartójába kisebb lesz. Hála Istennek minden rendben volt a kitermeléssel is, úgyhogy biztonságban ideértünk. A fa díszítésével azonban még várnak 2 napot a városüzemeltetési cég munkatársai. Egy picit talán kilógja magát, ugye tudjuk, hogy ilyenkor a csomagolás után egy picit olyan gyűröttek ezek a növények. Jövő héten még egy kicsit igazgatunk rajta, hétfő reggel kerül fel a világítás, és azután pedig nekiállunk nagy erőkkel díszíteni. A luszfenyő egyébként 20-25 éves, ennyi idő alatt nőtt meg ekkorára. A végső helyére daruval emelték a fát. Elismerte az Olimpiai Bizottság Wojtek Auriel kosárlabdázóként és civilként is példamutató életútját, valamint a kerekesszékes kosárlabdázásért tett erőfeszítéseit. A pécsi kosaras legenda Fair Play díjat vehetett át a közelmúltban. Wojtek Auriel nem csak a pályán, hanem azon kívül is igyekszik segíteni csapatásait. A Fair Play szellemisége egész életét meghatározza. Több mint 30 sportolót, edzőt, sportvezetőt és klubot díjazott. Sportszerű cselekedetéért, példamutató pályafutásáért a MOB Fair Play bizottsága. A pécsi kerekesszékes kosárlabdáért tett erőfeszítései, valamint példamutató életfelfogása miatt Wojtek Auriel is ott volt az elismertek között. A bizottság a járvány miatti halasztást követően ünnepélyes keretek között adta át a 2019-2020-as díjakat. A Fair Play szellemisége a PTE Peac Rolling Basket válogatott játékosának egész életét végig kíséri, a sportban, a munkában és a magánéletben egyaránt. Az épeknél is ugye értünk el bizonyos eredményeket a csapattal, de amikor a sérülés miatt abba kellett hagynom a kosárlabdát, hát
akkor edzősködtem az öreg fiúknál, a megye bajnokságban ugye szakkommentátorkodom, tehát beszélek róla, ott vagyok a kosárlabda pálya szélén, de egy hiányzott a játék. És amikor jött ez a lehetőség, hát ez egy folytatom az életpályát, tehát ugyanúgy kosárlabdázom, ez nekem is egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy részese lehetek, a kezdetektől fogva átadhatom a tapasztalatokat, ami a kézmozgást, a dobást jelenti, úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy lehetőség, és ezt méltányolják a fiatalok is. Megalakulása óta rengeteget fejlődött a pécsi kerekesszékes kosárlabda csapat. A PEAC karolta fel őket, és a Nemzeti Kosárlabda Akadémia megfelelő termet biztosít számukra. Ennek eredménye, hogy már magyar kupa és magyar bajnoki győzelme is van a PTE PEAC Rolling Basketnak. 13 két, illetve 3 fős csapatok részvételével rendeztek bojlis horgászversenyt a Kaposvár melletti Deseda tavon nemrég. Az előpróbán az 5 legnagyobb hal alapján hirdettek győztest. A Somogyi megyeszékhely határában több mint 240 hektáron elterülő Deseda tó évente több rangos hazai és nemzetközi horgászversenynek ad otthont. Idén például itt rendezték az országos ponyfogó bajnokság mind a 3 fordulóját. Néhány nappal ezelőtt ugyanakkor szinte csak a tavat évek óta vallató környékbéli horgászok adtak egymásnak randevút, hogy kiderítsék 72 óra alatt ki tudja a legnagyobb pontyokat horogra csalni. A versenyben az 5 legnagyobb hal számít bele, és kifejezetten bojlival horgászhatnak és etethetnek a csapatok, tehát magos etetést nem engedélyezünk nekik, azért, hogy minél nagyobb halakat sikerüljön nekik fogni. A nagyobb halak ez esetben legalább 10 kilós példányokat jelentettek. Az első két napunk az elég nyögvenyelősen indult, egy halat sikerült fognunk, viszont ugye mivel ez egy nagy halas verseny, ezért minimális etetéssel készültünk. Bíztunk benne, hogy ide találnak a jobb halak, és így most utolsó éjjel sikerült fogni 3 darab 10 felettit, ebből 2 majdnem 14 kilós volt, úgyhogy úgymond bevált a taktikánk. A halfogást ezúttal is nagyban befolyásolta a felkínált bojlik nagysága és ízesítése. Rámentünk igazából a nagyobb halra, dupla 24-es bojlikkal pecáztunk, ilyen 3-4 centit is elkötve. Hát függetlenül fogtunk vele 2 kilós pontyot is, de mind a 3 nagy hal az erre a dupla 24-es csalira jött. A sumák pecások végül 45.420 grammot horgászva a 3. helyen végeztek, az első helyet 5 darab monstrummal és bő 53 kilogrammal a KHC csapata szerezte meg. Próbáltunk nem a gátra horgászni, a gáton az apróbb halak vannak, inkább itt a mederbe kerestünk töréseket és oda horgáztunk. Az idei baráti bojlis versenyen összesen 32 darab pontyot mérlegeltek, majd engedtek vissza a tóba a versenybírók. A legnagyobb példány súlya több mint 16 kiló volt. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Ismét kötelező a maszk, a szolgáltatók szerint az emberek megértették a szabályozás célját. A Magyar Közoktatás napja november 22-én az oktatás fontosságára hívják fel a figyelmet. Advent Szexárdon rengeteg programmal készül a Babits Mihály Kulturális Központ. Olcsóbb lett a dió, mérséklődött a karácsonyi begli legfontosabb alapanyagának az ára. Kedden észak felől csökkenő felhőzet mellett egyre több felé fordul naposra az idő. Élénk északi szél fúj majd, csapadék nem hullik, éjszaka derült, csillagfényes időre számíthatunk. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon. Onnaponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák még velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!